A telefonom háttere, Nagy hogy ne király. felejtsem el, hogy hol voltam, meg az órán is a hátterem. Ez amúgy kell, mert egyébként meg elfelejtenéd. Hát szerintem igen, már nagyon régen volt. Sziasztok, fiúk! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Örülök, hogy itt vagytok. Ja, szia Gyula! Szia, Szia Gyula! Köszönöm a találkozást! Örülök! Jó, de jó! Na, hát túl vagytok a körön. Ugye ez egy elég fura verseny, amin egy vagy maximum két ember vehet részt, és ezt ti most párban teljesítettétek. Gondolom azért, mert egyedül egy kicsit ijesztő ott a nagy rengetegbe. Pisti meg már többször is megcsinálta, ráadásul mester és tanítványa. Úgyhogy most akkor erről fogunk egy szép történetet hallani, hogy hogyan történt ez a teljesítés. De előtte még a Pistit, aki szakavatott és többszörös teljesítő, megkérem, hogy röviden a versenyről egy picit meséljen valamit, hogy milyen, mi is ez a verseny, Pisti. Jó, rendben, rendben, köszönöm szépen. Hát a kör, hát a kör, mindennek a kezdete és a vége. A kör az egyetlen és az első, az igazi. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy 2013 környékén, amikor még Magyarországon semmilyen ilyen instant kihívás nem volt, akkor néhány elvetemült kitalálta, ugye ez a Csanya, Donradzino és a Sidló Csabiék kitalálták, hogy kéne csinálni egy olyan kihívást, egy olyan terepfutó kihívást, ami akár külföldi mércével is egy elit számba megy, és ez egy olyan kihívás, amit nagyon kevesen tudnak teljesíteni, illetve nagyon kevesen tudnak erre felkészülni is akár. A körnek a paraméterei már magukért beszélnek, ugye 152 kilométer a Börzsönybe, és van rajta 7100 méter pozitív szintemelkedés. Egyébként zárójelben ez a 152 kilométer, ez az évek során ez folyamatosan változott. Volt, hogy egy picit kevesebb volt, volt, hogy egy picit több. Ez főként az erdészeti munkák, illetve az erdőgazdálkodásnak a tevékenységei miatt, hogy hol átrakjak jelzéseket, megszüntetek jelzéseket, de körülbelül úgy mondhatjuk, hogy 150 kilométer a Börzsönybe. Ha Pisti, ez nem kérdezhetek lenne... gyorsan egyet, el fogom Persze. felejteni. Volt már arra példa, hogy nem engedtek indulni versenyzőt valamilyen, akármilyen akadály miatt, mondjuk egy extrém időjárási helyzet miatt, vagy egy tényleg egy extrém erdészeti akármi miatt? Értem, értem. Hát képzeld el, Gyula, hogy a kör szervezői egyetlen egyszer, ők hivatalosan egyszer zárták be a kaput, ez pedig most a COVID ideje alatt volt. Egyébként ez 2003-tól folyamatosan nyitva van, és nagyon-nagyon fontos, nagyon rátapintottál egyébként egy nagyon fontos dologra, hogy 2014 telén, azt hiszem, hogy 14 telén volt, vagy 14, vagy 15 telén, nem tudom mikor volt egy hatalmas nagy jégkár a Börzsönybe, ahol a magas Börzsönybe egy borzasztó nagy pusztítást végzett egyébként. Ezt még most is látni az eredményeket. Több hegyoldalt letarolt a jég. Tehát olyan nagy fokú, nagy, nehéz ónos eső, nagy jég rakódott a fák ágaira, hogy ezek az 80-90 éves, vagy 60-80 éves bükkök egyszerűen kidőltek, oldalak dőltek ki, és ezek a fák, ezek az utak több évig voltak lezárva, és a turisták elől, viszont még ebben az időszakban is volt, például hogy a Takács Csikvi Krisztián, aki a legtöbbször teljesítette ezt a kört, ők még akkor is megcsinálták, meg a Csernus Brigi is, párba is megcsinálták, meg a Csipi megcsinálta a jégkáros időszak után. Tehát ugye volt, 2014-ben volt azt hiszem a jégkár, és utána évekig nem volt járható egy-két rész, de a kört akkor se szüntették be, tehát akkor is menni kellett. Tudod, ez nálunk a teljesítménytúrákban ez úgy volt annak idején, hogy ha például télen mentünk,
akkor a teljesítménytúrákban nem az volt, hogy viszmajor, hogy úristen, leesett a hó, hanem azt mondták, hogyha például egy börzsönyi túránál, hogyha nagy hideg hegyen 40 cm meghaladja a hó, akkor megnövelik a szintidőt, mit tudom, egy-két órával. Tehát ilyen nincs, ezt nem törölik el. Csak a Covid miatt volt zárva egy kicsit. Covid miatt volt. Olyan időszak is volt, képzeld el, én amikor 2014-ben először megcsináltam a kört, akkor rakták át rengeteg jelzést, lefestettek szürkére. És képzeljétek el, hogy úgy mentem, hogy hát akkor ilyen, hogy GPS track meg ilyenek nem volt. Térképpel csapattam akkor is, meg most is, fejben van a térkép most már. Akkor képzeld el, úgy mentem, hogy mentem a szürke jelzésem, szürke. Tehát semmi. Csak így próbáltam, hogy akkor, és az összes szinten nagyon az kör útvonalának a 30%-a szürke volt, és akkor mindig oda mentem, megkapargattam a szürke jelzést, és ha láttam alatta egy hasonló szint, ahol kellett menjek, akkor ott mentem tovább. Tehát itt, ahogy egyébként visszatérve az eredeti kérdésed, ahogy a kört le is írják, hogy itt bármi megtörténhet, és meg is történik. És ugye még vissza kell térjünk ahhoz a fontos számadathoz, hogy ezt a 150 kilométert, ezt 30 óra alatt kell megcsinálni. Tehát igazából ez egy 5 kilométer per órás tempó, ez nem egy olyan veszett dolog, de itt azért itt a Börzsönynek a földrajzi adottsága, ugye ez egy vulkanikus hegység, a magas, nagyon hirtelen meredek mászások, sziklás terepek, néhol nincs is út, ezek azok, amik megnehezítik a próbázóknak a munkáját, illetve a dolgát. Isti, egy olyan kérdés még ezzel kapcsolatban, hogy tudom azt, hogy ezt kifejezetten úgy tervezték, hogy településen ne menjen keresztül, ezzel is nehezítve a teljesítésnek vagyis hát magát a teljesítést. Ha jól tudom, akkor egy településen átmegy. Igen. Ha úgy adódik, hogy valaki mondjuk víz szükségletében, vagy bármilyen más okból mégis bekényszerül egy faluba, ami tudom, hogy pár helyen megközelíti az útvonal egy-egy falut, akkor oda be lehet-e menni azon az áron, hogy időt veszít az ember. Tehát ez esetleg diszkvalifikációs ok-e, vagy megengedett? Természetesen az útvonalat bármikor el lehet hagyni a próbázás során, de mindig ugyanoda vissza kell térni. És egyébként jó, hogy említed ezt a vízvétel lehetőséget, ugyanis érdekessége a körnek, hogy 80 km a Bacsinak út után, 80-85 km után a hátralevő szakaszon a vízvétel lehetőségek száma az nulla, vagy pedig súlyos kilométerek, tehát az azt jelenti, hogy minimum ilyen 2-3 kilométer oda-vissza, tehát az plusz 4-5 kilométer kitéréssel tudsz településbe menni, és ott vizet vételezni. Sőt, ugye, hogyha friss, ha segítővel mész, akkor még a segítők se tudnak egyébként olyan szinten megközelíteni az útvonalat, úgyhogy ugye, hogy főleg itt a vízzel van a baj, a vízzel szokott volna lenni, de hát azért, aki ismeri a Börzsönyt, az tudja, hogy hol vannak források, illetve hát a patakokból mindig iszunk. Ezért a Börzsöny, tudni kell, hogy Magyarország legnagyobb erdős területe, és ahogy említetted is, a Börzsönyt azt úgy kell elképzelni, hogy van a Börzsöny tömbje, és a települések azok körbe vannak a Börzsöny körül. Bent a Börzsönyben, a Börzsöny területén nincs település. Közép nem mondja Királyrét, meg Királyháza, de a Királyháza is két ház, és kész. Tehát ezek azok a paraméterek, amik megnehezítik a próbázók. Azt még tudni kell a versenyről, hogyha párban indultok, akkor párban is kell beérkezni. Tehát, hogyha valakinek nem sikerül, akkor a másiknak sem. Így van. Szerintem ez a páros dolog, ez pont annyira nehézség, mint könnyebbség. Egyrészt nehéz, tehát könnyebbség, mert tudjuk egymást támogatni, de hát szerintem az, hogy például most a mi esetünk is 27 órát együtt menjél valakivel, azt csak képzeljük el, hogy bármelyikünket, hogy zárjanak be valakit egy légtérbe 27 órán keresztül. Úgyhogy közben mind a két embernek folyamatos fizikai megterhelés kéne csinálni. Tehát ezt a másikat elviselni, mert hogy elmegyünk, futunk egy-két-három órát a másik emberre, barátunkkal, az tök jó. De az, hogy 27 órán keresztül, hát szerintem én ezt leginkább, hogyha úgy valaki eltalálja a párosát, akkor ezt leginkább ilyen bajtársiasságnak tudnám leírni. Én nem voltam katona, de én ehhez tudnám hasonlítani.
Ahogy ez a mi esetünkben most meg is történt. Pisti, még egy téma a versenyről, és utána rá is térünk a ti teljesítésetekre, hogy ez kvalifikációhoz kötött verseny, igaz? Igen. Évekig, nem tudom pontosan, azt hiszem 2000, nem tudom, ebben nem megyek bele, évekig nem volt kvalifikációhoz kötve, viszont voltak olyan próbázók, akik ilyen 40-50 kilométernél kiszálltak, és ezek a kör nimbuszához és a kör nagyságához, én úgy gondolom, hogy ezek komolytalan próbálkozásnak minősültek, és ennek következtében a terepfutás.hu csapata, illetve Csanyáig a kitalálók, a szervezők hoztak véleményem szerint egy nagyon-nagyon jó döntést, hogy egyszerűen kvalifikációs versenyekhez kötötték az indulást. Ugye itt van egy háttérmunka, tehát attól függetlenül, hogy nincs ott senki, meg nem akaszt a nyakadba egy érmet senki, attól függetlenül van egy GPS nyomkövető, amit feltöltenek, amit eljuttatnak hozzád, plusz ott van a szervezők munkája, tehát figyelemmel kísérnek, egy állandó szerint. Én amikor az első próbázásomat csináltam, én állandóan hívhattam például a Sidló Csabit, tehát én hajnali, azt mondom, hogy 3-4 órakor hívtam föl, és akkor is felvette a telefon. Tehát azért ezt vegyük komolyan. Tehát készüljünk föl rá, és vegyük komolyan. Ez nem csak egy ilyen himi-humi, hogy elmegyünk 30 kilométerre, futunk itt a dombságba, és akkor hajrá, miénk az érem. Tehát ez egy komoly dolog, én úgy gondolom. Úgyhogy igen, kvalifikációhoz kötött. Nyilván erről voltak viták, hogy a kvalifikációs versenyek milyenek, de meg kell csinálni, és akkor utána a körön majd mindenki derül egyik. Tibi, hogy jött az ötlet, hogy elmenj erre a teljesítésre, és miért amellett döntöttél, hogy nem egyedül mész, hanem az edződdel? Hát nekem már nem edzőm van, hanem egy mentorom lett. Az edző szóval ledegradálnám Pistit, de már nem is mentorom van, hanem hogy ezt így összehozta ennyi hónap alatt, mert ugye 23 hónap alatt készültünk fel erre, úgyhogy igazából nem is erre készültünk, hanem csak készültünk, és ez lett belőle ez, mert ha az elején tudom, hogy erre készülünk, akkor összeroskadtam volna a nyomás alatt, így is azért nehéz volt ez a 6 hónapot megélni, hogy úristen, hogy ez azért szépíthető, de ez a nagy falatnál is nagyobb falat. Úgyhogy nekem most már Pisti mágus szinten nézek föl rá. De visszatérve igazából úgy jött a mi közös munkánk 23 hónappal ezelőtt, hogy megálmodtam, én boxból jöttem, meg kickboxból jöttem, úgyhogy ezúton is üdvözlöm Bettinát, úgyhogy van más is, aki hasonló küzdősportból érkezett, de a lényeg az egésznek, hogy igazából csak egy maraton szerettem volna futni. Tehát semmi más vágyam nem volt, én úgy voltam vele, hogy ez egy kultikus táv, szeretnék egy maratont futni, elmenni a spármaratonra, és akkor körülbelül ennyi az egész életem, és aztán utána a futáson keresztül rájöttem, hogy a futás az nem csak futás, hanem sokkal többet ad, tehát hogy egy brutális önfejlesztő, és mellette úgy, hogy nem kell bántanom mást, csak saját magamat, ha esetleg úgy adódik. Tehát, hogy egy kontakt nélküli brutális küzdés az egész, legyen az sebességtől független, és nagyon-nagyon megtanultam becsülni a futókat, plusz a futás az nagyon jó embereket adott. Tehát azt tudni kell, hogy én nagyon nem szerettem futni. És Pisti szeretette meg velem ezt az egész futást. És a maratonom után jöttem rá, hogy azt hittem, mindent tudok a futásról, ez egy 4 hónapos munka volt, azt hittem, mindent tudok a futásról, és akkor jöttem rá, hogy na, még csak most kezdünk el föllépni az első lépcsőfokra, és hogy végre kezdtem azt érezni, hogy mentálisan tud akkor átadni a futás, az inkább mondjuk utána, mint amit a boxtól kaptam. Nem is akartam elhinni, hogy mennyire összetett az egész. És akkor végül is tavaly volt egy Korintosz 80-om, mert ugye a maraton után megfogadtam, hogy még egyszer 4 hónap lemondást nem szeretnék az életemből, hogy ez azért elég kemény, hogy soha többet ilyet, aztán így is lett, mert ugye a Korintosz 80-ra ott kőkemény 8 hónappal készültünk, és egész jól is sikerült, úgyhogy szerintem büszkén mondhatom. És úgy mondanám, hogy akkor utána lett egy nagyon szuper második spármaratonom, és akkor utána a spármaraton után egy héttel lett megálmodva, hogy hát van egy kvalifikációs verseny, amit hogyha talán szerintem elárulhatjuk, hogy akkor pont akkor rendezték az Ultra Balaton Trailt, hogy azzal lehet kvalifikálni a körre. Akkor hozták be egyébként, akkor hozták be az Ultra Balaton Trailt. És akkor ugye, mert konkrétan ugye az Ultra Trail Hungary-re akartam indulni, de az most májusban lett volna, és ugye, hát hogyha ott tényleg azt nem csinálom meg, akkor nem is tudtunk volna kvalifikálni ugye a körre,
mert ugye azt most is a Covid miatt elrakták. És akkor megálmodtuk, hogy egy hét utána, tehát átbeszéltük, hogy ugye Pisti edzőileg nem támogatja, de jó formában vagyok, próbáljuk meg, menjünk el rá, hát igazából elég fáradt is voltam, de sikerült megcsinálni. Hát ott megtapasztaltam tényleg, hogy mi az, hogy holdpontból holdpontba menni, mert ott tényleg nagyon fáradtan érkeztem. 17 kilométernél előtt úgy voltam, hogy ennyi a világ, úgy letépem ezt a 110 kilométert, mint a Pint. Utána a 17 kilométernél, hogy menni kellett a kapanyba a sárba, úgy voltam vele, hogy fölhívom Pistit, és megmondom neki, hogy nem bírok tovább menni, mert végem van. Úgyhogy szó szerint így éltem meg az egészet frissítőpontról frissítőpontra, leszegett fejjel. Úgyhogy végül is hál' Istennek sikerült, de nyilván abban reménykedtünk, hogy ez sikerült behúzni, akkor a jövőben lesz ilyen nehezebb kihívásunk, akkor ebből lehet majd meríteni, hogy akkor tényleg találkoztam magammal sokszorosan. És akkor onnantól kezdve elkezdtük a felkészülést a körre. Hát nyomasztott is rendesen, úgyhogy... De hát most már, ugye ezt most már tudjuk, hogy sikerült, úgyhogy így nagyon boldog vagyok. Tehát így ezt nem bírom szavakba foglalni. Fiúk, a normál felkészüléshez képest voltak olyan elemei a felkészülésnek, ami kifejezetten a körre lett megalkotva? Folyamatosan. Hát ugye, ez úgy működik, hogy ez ugye itt ez egy nagyon összetett dolog. Ugye maga a terefutást én három stádiumban szoktam osztani, vagy három futásforma, vagy három mozgásforma van egy terefutás során. Ugye egyrészt kell futni síkon, ugye az a normál futás. Másrészt kell mászni fölfelé, tehát ott egy teljesen más izomstruktúra kell, más minőségű izomrostokra van szükség, illetve még kell a lefelé csapatás, azt is kell gyakorolni. Ahhoz is én úgy gondolom, hogy egy olyan izomrost típus kell, amit bizonyos megfelelő gyakorlatokkal, illetve megfelelő edzés módszerekkel fejlesztettünk. Hát egyébként nem. A kérdésedre a válasz szerintem nem. Tehát nem. Szinte ugyanúgy készültünk, mint a többire. Annyi, hogy tehát mi például szoktunk lépcsőzgetni, lépcsőzünk, meg keresztedzésnek csinálunk bringát, és akkor én inkább úgy gondolom, hogy maga kifejezetten most, hogy a körre készültünk, itt a futás, a bringa, az erősítés, ezeknek az arányát, illetve a keverékét változtattuk mindig. Tehát például egy maratonnál is más volt ezeknek a hármasnak az aránya, mert ugye maraton ez egy rövid táv, ott is megint csak más izomrostokra van szükség, itt pedig az ultra távok, itt inkább az arányokon van itt a lényeg. Tehát maga az edzés módszereink azok megvannak, és akkor az arányokon változtatok, azt szoktam változtatni. Fiúk, hogy azért Pisti ezt 14 éve folyamatosan fejleszti magában, mert ugye, hogy mint többszörös teljesítő, és ugye nekem annyiból könnyű volt a dolog, hogy én a legfrissebb kész terméket kaptam hozzá, úgyhogy csak annyi dolgom volt, hogy csak meg kellett csinálni. Oké. Mennyivel a verseny előtt mentetek el a helyszínre? Aha, ez nagyon érdekes, hogy de jó, hogy ezt kérdezted. Ez motockált most a fejembe, hogy képzeld el, hogy ugye megtörtént a kvalifikáció októberben, és utána történt egy nagyon nagy, hát október, november, decemberben a Tibi egy jó két hónapot egy ilyen nagyon lájtos üzemmódba ment, mert hát ki kellett pihenni. Tehát volt egy brutál maraton, utána ez a százas, tehát ő életében az volt az első százasa. Mert mindegy, a lényeg az, hogy képzeljük el, hogy egyrészt elmentünk december közepén, december 20-án elmentünk a Börzsönybe egy 42 kilométerre, egy nagyon jó baráti körre, barátaimmal, és olyan érdekes volt, hogy Tibi, a 8-an voltunk, azt hiszem, mindegy, és Tibi a sor végén kullogott. De nem azért kullogott, mert hogy csak egyszerűen nem bírt jönni. És így mentem elől, és magamban egy ilyen határtalan boldogságos és örömmel így mosolyogtam, és tudtam, hogy ez igen, ez az ember kell nekem, ez az ember lesz, akivel biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. Azért, mert ez az egész körhöz, ez nem is a felkészülés, hanem itt fejbe egy olyan bitannak kell lenni, olyan keménynek kell lenni, aki, és ez a Tibibe biztos, hogy megvan. Egyébként a decemberi volt, ott mentünk egy 40 kilométer, és februárban még elment a Tibi az első 50-esre. Tibinek ebből a szempontból könnyű dolga volt, mert ugye a kört
Ezt, ha valaki egyedül próbálja meg, nem ajánlom, hogy így menjen el, mint mi. Tehát, ha valaki egyedül szeretne menni, vagy ugye nincs ilyen ember az ismeretségéből, vagy nem ilyen ember segít neki, aki ezt megcsinálta, az mindenképpen járja be az útvonalat. Tehát ne hagyjuk a GPS-es bohóckodást. Tehát a Tibi elment GPS-szel februárban egyedül, és az első 50 kilométert kellett neki megcsinálni, és az 50 kilométeren 52 kilométert ment. Tehát hiába volt neki GPS-trekje, a hegyekben ez nem éppen úgy működik, mintha egy elmész a városba, és ott körbe navigál a GPS. Tehát itt olyan, hogy gyorsan történnek, itt ha csak egy picit nem nincsen GPS-vétel, úgy elfutsz a jelzés mellett, mint a pingy. Na szóval azt akarom mondani, hogy Tibi nem járta be. Én nekem a meggyőződésem, hogy itt az első, itt 3-50-es szakaszra szoktuk fölbontani a kört. Az első 50-es, én az első 50-es szoktam most már begyakoroltatni, hogy az első 50-esnél legyen meg egy határtalan és nagyon-nagyon-nagyon szigorú önkontroll. Csak ezért szoktam az első 50-es, mert minden versenyt mindig az elején futnak el az ember. Vagy elfutják, vagy nagyon lassan mennek. Itt belőttünk egy 7 órás időt, és ezt a Tibinek, mi ugye most együtt is mentünk, de akkor is tudnia kellett, hogy méterről méterre az első 50-esen milyen emelkedők lesznek, ott hogy osztjuk be az energiát, és akkor utána már az első 50-es megvan, és hogyha azt nem lövöd el, utána már ugye a második 50-es az már, az első 50-es ugye azt szokott menni a bemelegítő, a második 50-es ott maga a futás van, ott, és akkor a harmadik 50-nél meg valahogy begurulunk. Tehát az már nincs probléma, tehát ott már nem tudsz nagyon hibázni, tudod, az utolsó szakaszon. Tehát ott már valahogy mész, az kész. De az első, én az én véleményem szerint az első 50 az, ami nagyon kell. Most a Sára, akivel már mentem párban, most biztos, hogy ezt nézi ezt a videót, biztos, hogy majd föl fog hívni, mert vele pont az utolsó 50-t mentük, mert ott vannak a legnagyobb emelkedők, de ő egy másik, sokkal jobb, sokkal gyakorlottabb terepes volt, mint a Tibi. A Tibi abszolút semmi köze nem volt a terephez. A futáshoz sem. Futáshoz sem. Jó, fiúk, akkor térjünk rá a lényegre. Akkor most egy kicsit Tibit hallgatnám arról, hogy ha már azt mondtad, hogy három részre osztod a versenyt, mármint Pisti, akkor én most a Tibit kérem arra, hogy akkor kezdjünk el futni. Elindultatok, milyen volt az első 50 kilométer? Ezt amennyire csak részletesen tudod. És itt az élményekre vagyok kíváncsi. Nyilván egy ilyen ultrafutásnak a, most mondok egy hasraütésszerű számot, a 90%-át úgy futjuk, hogy eseménytelen, de azért vannak benne érdekességek. Ezeket. Az volt a szerencsém, hogy előtte kétszer megbírtam futni ezt az 50-es szakaszt. Amikor legelőször futottam február 27-én, akkor pont azt kaptam, még egy kicsikét szerintem könnyebb dolgom volt, mint Pista, amikor futott a február 6-án, irdatlan nagy sár volt. Egész végig azon gondolkoztam, hogy Pisti, hogy tudott a vitam tempót menni rajta, nekem 9,5 óra alatt sikerült följutnom Nagy Hideghegyre, hát az még mondhatjuk, hogy szintidőn belül van, csak utána ebből hogy marad egyáltalán energiád a maradék százasra, de nem is ez volt a lényeg, egy tesztfutásra mentem el, szerintem sárba menni nagyon kemény, tehát egy az, hogy nem tudsz elrugaszkodni, csúszik rajta a cipőd, és maga az a plusz sár, ami rárakódik a cipődre, tehát le a kalappal. Tehát annyi minden történt tényleg a bőrzsönyben, ami nem számít, az nem is ez volt a lényeg, elmentünk, élveztem, a végén is maradt erőm, tehát igazából azt mondom, hogy profitáltam belőle, de arra rájöttem, hogy ez bitam kemény, tehát hogy ennek a felesett réfa, nem hogy a 152, úgyhogy nem, épp azon gondolkoztam, hogy lehet ezt tovább folytatni, de úgy voltam vele, hogy nekem egy dolgom van, csinálom a feladatot, és akkor utána majd, amikor majd teljesítünk, akkor minden kiderül. Pisti mondta, hogy ezt tutira be tudnánk futni 7 óra alatt. Hát én rendesen forgattam a szemeimet, hogy azért 7 óra alatt ezt megcsinálni, mert neki ugye, hogyha jól tudom, akkor 6,5 óra a csúcsa. És ugye hát az egy dolog, hogy ő megfutotta 6,5 óra alatt, hanem bitag módon folytatta is tovább. Tehát utána megálmodtuk egy hónapra, hogy elmegyünk megint. És sikerült lefutnunk 7 óra 6 perc alatt. Jó, azért pár fényképre megálltunk, nem voltunk befeszülve, de igazából örültem neki, és egy emelkedőt úgy el is lőttem, hogy nem az a kemény, aki ott úgy fölmegy, hanem az a kemény, aki folytatja. Hát a 40 km után csináltuk ezt az emelkedőt, és
konkrétan tényleg annyira éreztem, hogy megfogott, hogy fölmentem, nem volt baj, még egyenesen se fog, lefele sem, amikor jött a következő emelkedő, akkor nagyon éreztem, hogy hát csak kimaxoltam magamat, és egyszerűen nagyon szétestem, tehát végül is megbírtuk csinálni utána a nagy hideghegyet, de akkor én gondolkoztam, hogy tovább kéne mennem, meg tovább is futottunk, hát nagyon szétestem. És egy dolgot tudtam ennél a mostaninál, hogy sokkal óvatosabb leszek. Nyilván azért egy elég jó hónapot ráraktunk, úgyhogy mint lúd legyen kövér, tényleg egy elég jót, úgyhogy jól sikerült, mégis 7 óra 15 perc alatt értünk föl, amikor a versenyt futottuk, és ugye azért nem volt bekalkulálva, hogy be fog jönni egy sokkal melegebb időszak. Nyilván várható volt, de annyira hirtelen előtte jött, hogy tudtam jó, hogy ha lenne rá mondjuk egy hónapunk, akkor teljesen hozzá tudnék szokni, de nyilván ha meg lenne egy hónap, amíg hozzászokunk, addigra még melegebb lesz, úgyhogy igazából a meleg, tehát nagyon jó időt, szuper örültem, hogy nincs sár, végtelen örültem neki, mert ezt már tudtam, hogy bármikor fog esni, addig legalább biztos, hogy jól fogunk tudni haladni, aztán majd alkalmazkodunk az újabb körülményekhez. Úgyhogy azt mondom, hogy az első 50-es az nagyon jól sikerült. Amit észrevettem, hogy hiába ittam folyamatosan legalább fél liter vizet óránként, dehidratált lettem. És elkezdtem görcsölni is, vádlimba éreztem meg minden, eddig meg nem volt jellemző, de hát most jelentősen megnőtt ugye a folyadékveszteség ezzel a változott időjárási körülménnyel, és akkor igazából utána tudtunk egy olyat csalni, hogy az utána levő 10 km, az 50 km után majdnem, hogy megittam 3 liter vizet. Nem is tudtam, hogy hogy fog terhelni, de egyszerűen muszáj volt, és még akkor is még szerintem kellett az az 50-es, a második 50-es, hogy egyáltalán ez a dehidratáltság, ez rendbe jöjjön. Na mindjárt folytatjuk a második 50 kilométerre. Pisti, egy normális nem terep versenyhez képest milyen extra felszerelést kell vinni ilyen versenyekre? Mit vittetek extra felszerelésként? Extra felszerelés? Hát a túrabotot. Bottal mentünk. Más ennyi nem volt. Mivel... A GPS jeladó. Ja, igen, amit adtak. Nem volt más. Ugye, hát volt kísérünk igazából, és ugye egyébként nem vittünk semmit. Ott mindig feltankoltunk, meg voltak a kis depósztatjaink, és akkor mindig feltankoltunk kajával, piával. Egyébként nulla felszereléssel mentünk. Tehát ez a segítőnek, ez a pozitív, hogyha segítőben mész, ez a pozitív hozadéka, hogy minimálisan lehet csökkenteni, úgy, mint egy aszfaltos versenyen, minimálisan lehet csökkenteni a felszerelést. Akkor máshogy kérdezem, hogyha mikor egyedül mentél, nem, még máshogy kérdezem. Ha egyedül mész, kísérő nélkül, és mindent magaddal kell vigyél, akkor mik azok a felszerelések, amiket feltétlenül magaddal kell vigyél? Hát ugyanazt. Hát annyi, hogy még benne van a fejlámpa. A fejlámpa meg volt, az, ami plusz. Ugye van kaja, a piát azt mondjuk pótolod, ugye én mindig viszek magam, én egyébként is viszek magam a hintőport, van, aki ugye a lábára, meg ugye a fenékre, meg ezekre bazánit használ, én hintőport használok, semmi más nem kell. Annyi, hogy, ja, hát még annyi, hogy egy kabát az bent kell legyen. Hogyha egyedül megyek, akkor a szél, akkor egy jó eső, egy jó héjkabát az kell. Hogyha süt a nap, akkor is. Tehát ugye a bőrzsénynek a mikroklímájából adódóan bármikor leszakadhat az ég. És úgy, ahogy le is szakad. És miért? Tehát állandóan egy kabát. Úgy egyébként az, ami egy trailnek a kötelező felszerelései. Én még izolációs fóliát is szoktam berakni, képzeld el, mert én mind leszartam ezt az izolációs fóliát, mondom, hát minek vizét cipeltetik. Hát hallott, pont a vadrózsa 160-on voltam, hogy egész nap sütött a nap, tavaly, vagy mikor 2019-ben, meg előtte is pont így volt, és éjszakára pedig olyan eső volt, hogy egész éjszaka ömlött az eső, és nem volt nálam semmi, és én például fölülről nagyon fázok, és az izolációs fóliával betakartam magam, és arra vettem fel a kabátot. Tehát jó az izolációs fólia. Tehát azt hiszik valaki, hogy fölöslegesek ezek a cuccok, egészen addig fölösleges, amíg akár a teljesítésed, vagy rosszabb esetben az életed múlott rajta. De más nem vittünk. Tehát bolt, ami plusz egy aszfaltos bolt, fejlámpa, elemek, kabát. Meggondolom, itt megkövetelik a telefont, meg esetleg nem tudom, hogy töltőt. Hát powerbankot, igen. Hát telefon is, de hát az mindig van nálam. Nálam mindig van telefon, pont ezért. Én ugye a terepből jövök, nálunk ez mindig van. Bocsa volt mindig Pistin, azért hozzáteszem, hogy ez utóbbi időben alakította ki, de neki is volt olyan, hogy ezt elmondhatom helyette, hogy volt, hogy használt botot, és lehet, hogy a külön nem készül rá az ember, annyira kiszívja az erődet,
hogy ami előnyt ad, utána aztán elvesz tőled mindent, tehát kimerít. Tehát arra Igen. külön készültünk mindig, hogy szokjuk. Igen, 14 év alatt az összes költeljesítésemet szinte hát bot nélkül csináltam meg. Igen. Vagy részlegesen használtam csak botot. De akkor legszívesebben úgy, hogy tudom, hogy eldobtam volna a frázba. Na, akkor nézzük a második 50 kilométer, Tibi. Hogy nézett ki a második 50 kilométer? Hát ugye az elsőnél nem említettem meg, hogy azért a második 50-esnél, tehát amikor megvolt az 50-es, akkor igazából lett egy nagyon talpfájásom, ami annak volt köszönhető, hogy cipőt cseréltem, és úgy voltam vele, hogy megtaláltam életem cipőjét, és mégis valahogy úgy jött ki, hogy a cipő és az okninak a kombinációja, ami pedig mind a kettő márkás kombináció, meg hát azért tudni kell, hogy nagyon durva bokasírülésem van, tehát nagyon nehezen találok cipőt. És úgy voltam vele, hogy megvan életem cipője, és annak megtaláltam életem cipőjét, és nyilván ki is próbáltuk az előtte levő futásnál, akkor is észrevettük, hogy lett egy kis sarokvízhólyagom, de nem is azt mondanám, hogy kifejezetten a sarokra érkezésből, hanem valahogy ez mégis így kialakult. És azt kezdtem érezni már 30 kilométernél, hogy ég a talpam. Hogy megyek lefelé, és előre hátra csúszkál a lábam, elkezdett égni a talpam, jó, majd óvatosabban megyek, beosztjuk kész. És 65 kilométer előtt egyre jobban szembesültem vele, hogy hát ha 65 ilyen állapotban van a talpam, és ennyire fáj, és egyformán fájt mind a kettő, tehát legalább az biztos, hogy a talajérintésem a jobb és bal lábon is egyformán, mert teljesen egyformán jött ki a dolog. Hogy átbeszéltük Pistivel, hogy ott van a kocsi, megnézzük, ha van víz, hogy a kivágjuk és tovább. Mert ugye fájni fog, de akkor legalább nem terjed tovább, hogy nagyobb baj legyen. És akkor 65 kilométeren... De ez nem egy olyan vízfolyag volt, mert a vízfolyaggal mentünk már, ez hozzátartozik, de nem csak a bármelyik ultrához hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon speciális helyen volt, ez a sarkán, de nem hátul, hanem a talpi részen. A sarkán és a talpi részen, és volt egy 2,5-3 cm átmérőjű vízfolyag, aminek ugye a vízfolyagnak tudjuk, hogy ez folyamatosan telődik. Tehát, hogyha ezt nem vágod vissza, akkor két dolgot lehet csinálni, vagy kivágod, vagy nem. Ha vagy nem, akkor az ki fog lyukadni, hát, vagy ki fog durrani előbb-utóbb, hogyha a lábújjunkon van vízfolyag, de hát ilyen, ezt már számtalan szó átértük, tehát ebben nincs semmi nagy vasszizdasz. Ez itt meghiúsította volna, én úgy gondolom, a próbázásunkat. Tehát ez a vízfolyag, ez a vízfeltelődés ott a talpán, ez leválasztotta volna az egész talpi bőrt, annyira fokozódott volna. Eljutottunk 65-höz, Pisti megvizsgált, a kocsi nem volt sehol, azt hozzá kell tennem. Ezúton is köszönjük a sógorának, Pistinek, hogy elkísért minket, mert iszonyat segítség volt, tényleg nagyon profin volt készülni, nyilván ez nem is volt kérdés felőlünk, hogy mindig profin összerakta a frissítésünket, és tényleg ott volt a kelet mentálisan bárhol, hogy nagyon jó bírta, tényleg szuper vagy, Sogi. Úgyhogy a kocsi nem volt ott, tehát nem volt olló. Pisti megnézte a lábamat, mondta, hogy Tibi, itt nincs vízfolyag. Megtapogatja még egyszer, itt nincs, mondom, akkor bocsánatot kérek, akkor ezek szerint csak megégett a talpam, abba kell hagynom a hisztit, tovább. Megnézte még egyszer, tényleg van vízfolyag. Úgyhogy a többi termeséri Pisti. Hát ugye nem volt nálunk semmi, se olló, semmi, és hát ugye a talpi bőr, a sarkán, a talpi részen a bőr, ez annyira vastag volt, hogy ki se tudtam csípni, de egy megoldás volt. Felcsönt. A felcse egy megoldás volt, hogy kiharaptam a vízfolyagot. Tehát ez én úgy gondolom, hogy ez a bajtársiasság. Ez a több mint futótárs. Plusz, plusz. Igen. Ezt meg kellett tenni. Muszáj volt megtenni ezt a lépést. Muszáj volt. Tehát ez, ha betelődik, akkor igenis. Uh-huh. Ez volt a döntés. Az autó az olyan 500 méterre volt tőlünk, 500 méter oda-vissza, 1 kilométer. Addig várunk rengeteg időn. Uh-huh. És akkor utána fölmentünk a nyugati gerincre, az egy ilyen jó 1.45-ös, 1 óra 45 perces, egy ilyen, úgy képzeljétek, hogy kezdődik egy ilyen 400 méteres tök meredek mászással, és utána a nyugati gerinc végig, ez egy ilyen single track, jobbra a Börzsöny vonulatai, balra az erdő, és te középen az a sziklán futsz egy sziklás. Már annyit azért várnék vele, hogy Nagy Hideghegybe, hogy rosszul mondom, Magyar Hegybe, ugye az a szépség, hogy Pistinek itt, amikor futotta a pályacsúcsát, akkor ugye mondta, hogy hát az a jó benne a 7 órás indulása, hogyha jó időben mész, akkor pont amire odaérsz,
egy gyönyörű szép hátulról kapott napsütést kapsz, igen, körülbelül 2 óra környéken, úgy, hogy jól emlékszem. Hát 2-3, de az a lényeg, hogy annyira meleget kapsz a hátadon, hogy mondta Pista, hogy volt, hogy akkor gondolkozott, hogy ő ott hagyja abba a futását, mert hogy lett egy holdpontja ettől a melegtől. Pedig ja, azért, de én augusztusban mentem. De azért, hát igen, de Pista jól bírja a meleget. És ugye most ez bejött, és az volt az érdekes, hogy éreztem, hogy jó állapotban vagyok. Nyilván volt egy kis izgalom ezzel ezzel a sarok problémával, de a mászásban meg nem zavart. Tehát akkor nem terhelőd. A lefele menetek azok nagyon nem mentek. Tehát mintha golyókon meg tojáson mentem volna lefele, tehát még gyalogó tempót sem tudtam menni, ott nagyon sok időt veszítettünk a lefelékkel, de hát úgy voltunk vele, hogy abból dolgozunk, amint van. Nyilván tudtuk, hogy a szintidő előtt vagyunk, tehát nem kell izgulni. Aztán nagyobb baj ne legyen. Úgyhogy mentem fölfele, azzal viszont tapasztaltam, hogy nem véletlenül mondta Pista, hogy ennek a felese tréfa a Magyarhegynek. Nagyon kíváncsi voltam amúgy rá, mert majd én megmutatom. Hát ott azt éreztem, hogy úgy kiment a kezemben az erő a mászásnál, mondom, hogy most 65-nél ez ilyen nehéz, mi lesz később. Úgyhogy mondom, na most kezdődik az igazi körnek a része, mondom, eddig volt tényleg a bemelegítés. Úgyhogy alig vártam, hogy a tetejére érjünk, és azt hittem, hogy soha nem lesz vége annak az 500 méter szintemelkedésnek. Úgyhogy itt most visszaadom akkor a szót Pistián. Tudod, hogy Churchillt idézem, Churchill mondta, hogy a poklokon mész keresztül, csak menj tovább. Ez itt is ez volt. Tehát én úgy gondolom, hogy Tibinek ez volt a legnehezebb idő, ez volt a legnehezebb szakasza, ez a nyugati gerinces rész, ott 2 órát kellett menni, mindenféle ápolás, meg minden nélkül, a frissen feltárt vízholyaggal, az brutális. Én rengeteget mentem, én már említettem, én rengeteget mentem vízholyagosan, hogy tudom milyen, de ezt behúztuk, hát a lefelékkel nem tudott jönni. Ott tényleg ott nagyon, de még így is összeszorított foggal, de végig küzdötte, és akkor ezen a gyönyörű gerinc úton leérve féltávhoz, ami ugye azért mentálisan is egy nagy erőt ad az embernek, hogy eljut ide. Itt leültünk, és akkor ott egy jó 20 percet ültünk, 20 percet. Nem szoktunk ennyit állásidővel tölteni, Tibi se, meg én se, úgyhogy, de ott le kellett, és akkor cipő le, zokni le, elláttuk a lábát, vissza, cipő, zokni, minden, és én nem vagyok híve egyáltalán a gyógyszerezésnek, viszont az őszinteség az hozzátartozik a történethez, én nem, soha nem szoktam fájdalomcsillapítót szedni, soha, és akikkel együtt dolgozom, nekik is, ha mondhatom úgy, akkor megtiltom. Tehát inkább akkor ki kell szállni. Tehát majd elmegyünk jövőre, vagy utána, sokan ezzel nem értenek egyet, mindegy, nem számít, de most mondtam neki, hogy mivel nem volt semmiféle ízületi sérülés, semmi izomsérülés, semmi, tehát teljesen jó volt mindene, ez a vízfolyagos téma pedig egy olyan komfortzónát, meg egy olyan mentális őrlődést eredményezett, hogy mondtam neki, hogy akkor vegyem be egy fájdalomcsillapítót, és akkor azzal úgy teljesen jól tudtunk menni. Még hozzá kell tenni, hogy a hátralevő második 70-en pedig ezt minden ellenőrző ponton megtettük, a lábápolást. Gyógyszer nem nagyon szedtünk, de a lábápolást azt mindig megtettük, és akkor hát többnyire ezért volt ilyen időnk, de hál' Istennek a sikerült. Úgyhogy... Esetleg a lábápolásról annyit, hogy igazából újra hintőporozás volt. Tehát ellenőriztük a vízfolyagot, hintőport, kicsit kapott levegőt a lábam vissza, mert azért tudjuk, hogy ha túl sokat megállsz, azért nagyon rossz újraindulni. Tehát ez nekem is igazából jobban örültem volna, mert az volt tervezve, hogy a frissítőpontot is úgy oldjuk meg, hogy a frissítő az végig kísér minket, mi visszalépünk a gyaloglásba, kapjuk a frissítést, kicseréljük a dolgokat, amire szükségünk, ha mindenki kiviszi magának, megesszük, megisszuk, és tovább. Úgyhogy így meg így muszáj volt leülni. De nem baj, így volt jó. De hál' Istennek nem volt gond az újraindulásom. Utána ugye a második etapon elindultunk, felmentünk ugye onnan a féltávtól, egy nagyon-nagyon meredek emelkedő volt. Én ott úgy gondolom, hogy a Tibi, mint ha újra élettem volna, bocsánat, már újra élet volna. Tehát figyelj, beszélgetve, toltuk neki, mint a gép, teljesen jó volt. Ugye ott már enyhült ez a meleg is, jött az éjszaka, és akkor utána pedig az éjszakába belementünk. És azért hozzá kell tennem, hogy a beszélgetésnek a fő témája mindig az volt, végre kipihent lábbal, ez az is végig, mint hogy akkor kezdtük volna, végig ezen hülyéskedtünk. És... Ez nem igaz! De ha nem is így volt, de tényleg ezt mondtuk, hogy kipihent lábbal, ez az, minden nagyon jó. Nem igaz! Ezt mondtuk mindig, miután megbeszéltük Tibinek a nőügyeit.
Mindig megbeszéltük egyiket a másik után, és utána mondtuk, hogy ja, egyébként, igen, ez a börzsöny, ez itt a kör, Magyarország legkeményebb kihívása, lazalábbal, pihenzen. Ja, igen. Megújult elébe, mint ha most indulnánk. Akkor még beszélgettünk. És ő is. Mondta is Pista, hogy az nem volna, és ugye azért nem fog párba indulni sose, mert azért egész sokat beszéltünk. Lássuk, általában, hogy Pista is tudja, hogy akkor nem beszélgetünk, amikor én már bajba vagyok. Tehát ha én csöndben vagyok, akkor nagyon bajba vagyok, és ezt nem hiszi el, hogy mi mindig beszéltünk. Mondtam, hogy örülj neki, mert akkor legalább tudjuk, hogy még jó vagyok. Lássuk, fiúk, milyen volt az utolsó 50 kilométer? Hú, hát az a legjobb, az a legjobb. Én úgy gondolom, a második rész, a második 50 az szépen lezajlott, 100-ig. Érdekessége a Börzsönynek, hogy képzeld el, hogy 103-104 kilométer, oda is Drégeivárhoz. Általában itt az emberek nagy többsége reggel indul, tehát ide éjszaka érkezik. Hát ez egy fantasztikus dolog, amikor éjszaka a végtelen csöndbe megérkezel, képzeld el, egy teljesen épp várhoz, várkastélyhoz, ott van a bástya, meg a kisablak, a lőrések is. Nem tudom, ez nekem valahogy mindig egy olyan fantasztikus élményt ad. Én amikor 2014-ben először voltam, akkor előtte nagyon nagy esők voltak, és a mai napig becsukom a szemem, és előttem van, amikor felértem, hullafáradtam, felértem Drégei várához, a várához, és úgy, ahogy a filmekben, éjszaka bagolyhuhogás és egy ilyen ködös, párába vesző, hatalmas, nagy középkori vár. Tehát ez még a hideg is ráz, oda néz. Tehát mennyire romos? Közepesen. Tehát nem azt képzeld el, hogy három kavics meg egy kő, hanem vannak a falak, meg restaurálják egyébként, fel volt áványozva évekig. De hát nincsenek meg a lakhelyek, mint például egy visegrádi várnál, vagy valami, de azért ott vannak a várfalak, meg ott van az egyik bástya is, azt hiszem, úgyhogy fantasztikus. És akkor onnan kezdődik az utolsó, ugye a 100, nem tudom, 4-5 kilométer, és akkor utána már csak 40, körülbelül 47-8 kilométer van, de ugye tudni kell, hogy ebből a 40 kilométerből a három legmeredekebb emelkedő. Tehát 120-tól, tehát igazából 120 előtt, 115, 120-nál mész egy 300 méteres szintet, aztán le egészen Királyházára, onnan mész egy durván 500 méteres szintet, aztán le, aztán megint egy 500 méteres szint, aztán le, aztán megint egy 300 méteres szint, és akkor bemész a célba. Tehát ott, ha összeszámolod 5-10, tehát majdnem 2000 méter körül van egy ilyen 30 kilométerre leszámítva a szint. Tehát ez a körnek a sava borsa. Majd itt mondjuk még hozzátennék, hogy majd Pisti el fogja mondani, hogy nekem előtte mondta, hogy a Drégeivára nagyon kulcsfontosságú amiatt is, hogy egy az, hogy előtte van egy egyenes szakasz, ha jó lesz, mivel állunk, akkor ugye ott rengeteget be lehet hozni azon az egyenesen, ami durván olyan 3-4 kilométer, olyan 1-2 fokos emelkedős. Nyilván nem tudtuk, hogy ezt majd hogy tudjuk abszolválni, meg a másik pedig a legfontosabb az volt benne, hogy volt, hogyha odáig eljutunk, és jó a szintidőnk, akkor onnan már mindenki be szokta húzni. Tehát, hogyha valaki föladja, akkor általában itt a Drégei váránál szokták föladni. Az utolsó kiszállási pont, mert Drégei vártól egy ilyen 4 kilométerre van maga Drégei palánk a település. Tehát onnan csak lecsorogsz a várból, és akkor beérsz. Ott szoktak kiszállni, aki kiszáll. Az az utolsó kiszállási pont szerintem. Aki onnan tovább megy, az így vagy úgy, de megcsinálja. Úgyhogy az egyenes, meg viszont büszkén mondhatom, hogy elég jól sikerült megfutni. Az összeset megfutottam volna. A lefelékkel volt a baj. Tehát az egyenest még a legvégén is tudtuk futni. Ott mondjuk már azért a talpam ott már mindenhol oda volt, elől is, nem csak hátul. Úgyhogy ott az, hát mindegy, az nem számít. Az mindegy. Úgyhogy ott majd arra majd keressük a megoldást. Úgyhogy milyen volt a célba érkezés? Célba érkezés? Várjál, még hadd mondjak előtte valami. Hadd mondjak, felkelt a nap, Dré, Nagymán, a Bércel. Azt is úgy képzeld el, hogy egy eszméletlen gyönyörű, egy nagyon-nagyon-nagyon nagy meredek emelkedés után felérsz, és akkor egy végtelenül gyönyörű single track, egy végtelenül gyönyörű gerincúton a piroson mész, Nagymára bércre ereszkedsz le, jobbra megint csak a Börzsöny vonulatai, többek között az a gerinc, ahol majd megint föl fogsz menni.
de szállt fel a pára, a köl, csiripeltek a madarak, úgyhogy szinte már fősiketít, fősiketítően. És akkor képzeld, hogy láttuk egész éjszaka körülöttünk, hogy villámik, mindenhol villámik az ég. De minket kikerült, rövidnadrág, póló, nagy vagányok vagyunk. Egyszer csak ott a nagymára bércen fel kell a nap, ugye a nap felkelt, akkor is egy picit hűvösebb van, kettőt fújt a szél, és egyszer csak bám, leszakadt az ég. Csúron vízesek lettünk, de csak jobb oldalra. Jobb oldalról fújt, szinte vízszintesen fújt a szél az esőt, iszonyatos nagy zápor volt, egy igazi nyári zápor, csata akkor a tiszta víz lett. A bal karomon még voltak száraz esőpagált foszlányok, tehát jobb oldalról minden teljesen tiszta vizet lettünk. És akkor ebbe a, ezen a nagymána bércem, tehát mindenhol elkaphatott volna minket az eső, nem lett volna baj, nem is ástunk volna el. Itt kitett szakasz, nem volt fa, csatakáztunk. Hát ennek így kellett lenni. És akkor leírtunk a ja, de utána patakhoz. Nagyon meredeken megyünk le. Igen. És az volt a szépsége benne, hogy pont az előtte levő frissítő ponton kitaláltam, hogy jó, cipőcsere, más is futott már izébe aszfaltosba, az sokkal kényelmesebb, váltsunk vissza aszfaltcipőre. Hát a lefele meredeknél este megy akkorát, pont rózsapatak előtt, hogy van egy ilyen nagyon kínes rész, mint amikor csapálygolyókra lépsz, és kigurul a lábad, úgyhogy úgyhogy az egy külön élmény volt, nagyon visszasírtam a terepfutó cipőmet. De egyébként tök jó, hogy esett az eső, fantasztikus dolog, ugyanis a Rózsapatoktól az utolsó emelkedő kezdetéig, ez egy 1 kilométeres részen 19 darab foltos szalamandrát számoltunk össze. Úgyhogy szinte arra kell vigyázzunk, hogy ne lépjünk. Így legalább tudtam, hogy mi az, ami rajta van az érmen. Fantasztikus. Nem sokan látnak ám foltos szalamandrát, úgyhogy fantasztikus. És akkor onnan kikapaszkodtunk, az utolsó nagy meredeket föl csóványosra, azt is a lentről a pataktól 55 perc alatt feltoltuk, úgyhogy semmi probléma, megráztuk, amikor futottunk tovább. Tehát már nagyon jó. Izontatilag én lábilag nem mellett egy újabb vízholyagom. Ja, de az már azok nem számítottak. Az már ezzel járó. Pisti nem érezte. Nekem ott kezdődött az igazi fájdalom. És akkor utána pedig ugye nagy hideg, vagy csóványos az a lélektani határ, utána onnan lemész, Spartacus kulcsosház, itt még egy utolsó frissítés, találkoztunk Sógorral, megöleltük egymást, és akkor utána egy 2 kilométeren, 300 szinten felmentünk Foltán kereszthez, ahol van egy gyönyörű rét, és újra leszakadt az ég, és újra vízszintesen fúj. De most Sógorral vettünk rajta. Akkor beszéltük azt, hogy a Börzsöny megadja azt. A Börzsöny nem viccel. Nem viccel. Ami megtörténhet, meg is történik. Igen. És akkor onnan pedig 8 kilométer van lefelé. És azt pedig végig Tibi, tehát egyszerűen le a kalappal, fog összeszorítva, de így is végigfutva, lehet látni csiganyára. Tibi, milyenek voltak az utolsó 100 méterek? Hát az egyenesekkel nem volt baj, a fölfelével. Azért mondjuk az utolsó 350 méternél úgy mentem, hogy megcsináltam csóvit, nagyon féltem tőle, nem tartottam tőle, inkább ez a jó szó rá, hogy az hogy fogom, akkor már meg volt 6800 szint, tehát végre megtanultam, mi az a szint, és akkor mondom, most már mondom, csak 300 valamit, de az csak, és akkor kezdtem érezni, hogy azért ennek a felesett réka. Tehát akkor már úgy voltam vele, hogy hát most már tényleg őszintén várom, hogy nem ászunk többet, pedig még inkább fölfele mentem, mint lefele, mert a lefeje meg a talpa miatt volt fájdalmas, úgyhogy abban reménykedtem, hogy végre legyen egy kicsit vízszintesebb, ahol megint tudok futni, mert a lefele az nagyon nem ment. Tehát még a gyalogló tempó se ott már végképp. Ott már nagyon úgy voltam, hogy nehogy itt a végén elvérezek, hogy valahogy legyek már cél közeli, mondom, most már csak belemegyünk. Akkor már ilyenekkel hülyeskedtem a fejemben, mondta Pista, hogy jó, nem mondom ki, hogy mi voltam, de ugye a videó miatt nem mondom ki. Annak az volt a lényeg, hogy azon gondolkoztam, hogy van még 10 kilométer, akkor az lábanként 5000 lépés, tehát igazából ezt a fájdalmat csak 5000-szer kell már csak éreznem, tehát de amúgy nem kellett kávé, mert megmondom őszintén, hogy olyan durván felébresztett, hogy az utolsó 10-es alap már. Ez a legrosszabb önmotiváció, tehát ezt ne csináljuk. 5000 érte? Gondolta volna, hogy már csak 5 kilométer, nem, 5000-szer rá kell. Még jó, hogy nem számolt hangosan visszafele 5000-től. Hallom? Nem sokan múlt. Úgyhogy a végén az utolsó 5 kilométernél pont gondolkoztam, soha nem gondoltam volna ez a szakasz. Mert ezt futottam már meg a végét is annak idején, amikor volt ilyen csipi által szervezett ilyen bandázós kör, és most nagyon hosszúnak éreztem. Tehát mondom, ez nem akar elfogyni, ez az 5 kilométer. Béla rész, sose jön el Béla rész. Sose, ha a végét, azok, mondom, megyünk ki a rét a végén, és soha nem akartunk odaérni.
És Béla réten az utolsó, ott megint azzal szenvedtünk, hogy megint fölvegyük a kabátot, meg megint leszakadt az ég. Most kipróbáltuk a sárban futást is, úgyhogy épp arra gondoltam, az egész végig így kellett volna csinálni, hát mondom, cipőt biztos felagasztom a szögre. Na és akkor végül meséld már el, hogy milyen volt a befutó, hogy élted meg a végét. Hú, hát én előtte is azt vizualizáltam, mert ugye nem beszéltünk egyelőre a vizualizációról, majd Pisti elmondja, hogy én végig azt égettem a fejembe, hogy egy párszor már sikerült beérnem királylétre, és én azon voltam, hogy ez egy boldogságos pillanat lesz. Nyilván úgy voltam, hogy akármilyen rossz állapotban is leszek, azon a 100 méteren az ember nyilván megszépít mindent, hogy ott valahogy bemásszon kell négy kézzel. De én azt gondolom, hogy meglepően jól sikerült amúgy a befutó, mert mi nagyon, tehát az nem volt kérdés, hogy Pisti jó állapotban fog beérkezni. Az, hogy én milyen állapotban fogok beérkezni, azt nem lehetett tudni, de szuper élmény volt, és teljesen mentálisan képbe voltam. Tehát én nem is számítottam rá, hogy 27 óra terhelés után, vagy egyáltalán, hogy maga a körnek a beérkezése után ilyen állapotban leszek. Nem volt képbe. Halljuk az igazságot. Abszolút nem volt. Szerintem azt se tudta, hogy mi van. Annyira, annyira boldog, egy ilyen boldog voltam. Boldogság öntött el, szerintem ő el se hitte. Tehát aha, beérkeztünk, a tizé, fotó, meg minden leérthető. Kik vártak? Hát vártak sokan, barátok, meg edzőtársak, akik nekem is van egy báci srác, akinek segítek, ő is ott voltak. Nagyon jó érzés volt, nagyon jó érzés. Az órát sikerült időben lenyomni? Lenyomtuk. Nem felejtettem el arról, így is egy 2 másodperccel később nyomtam be. Úgyhogy beérkeztünk, de az volt a fontos, hogy először a táblát érintsem. És utána készültem egy kis meglepetése, ugyanis Tibi volt azon körös teljesítő, szerencsés, körös és kivételes körös teljesítők egyike, aki még érmet is kapott a végén, mert ugye tudni kell, hogy itt a teljesítés során után az érmet azt majd a Csanyáék adják oda, a szervezők, azzal, hogy, és ezzel is megtisztelnek téged azt, hogy teljesíted ezt a fantasztikus kihívást. Viszont nekem van érmem itthon bőven, és én úgy gondolom, hogy és átadtam az egyik érmet a Tibinek. A legfényesebb. A legfényesebbet. Mert az a munka, és az az áldozat, és az a kitartás, amit beletett ebbe a 6-7 hónapba, az szerint úgy gondolom, hogy példaértékű, és megérdemelte azt, hogy megkapja az érmet, és az övé is marad. Aha. Nem kérem vissza, amit majd küldenek. Persze nem is adnám. Úgyhogy még érme is nem. Na visszatérve, hogy nem voltam képben. Na itt végképp nem voltam képben. Tehát itt teljesen itt elveszítettem, ezt nem értettem. Tehát tudtam, hogy a végén nincs érem. És Pisti előveszi, és így döbbenten, így szép lassan rakom össze. De hát érem nincs. Akkor ez az érem, ha itt van, akkor ez nem a Csanyáitőt, hanem ez a Pisti saját érme. Most mi van? Most ez nem lehet. És van egy fénykép a végén megörökítve, akkor rá vagyok borulva Pistire. Hát ott tényleg úgy éreztem magam, hogy én vagyok a 2 éves kisfia, és így az apukám megfogta a kezemet, és elvitt túrázni a hétvégére. És életem túrájával találkoztam, ami tényleg így is volt, és utána egy ilyen befejezés, hát ott újra örömteli, nem is megfogalmazhatatlan, milyen gyerek voltam, tehát az volt a mindennek a havatortája. Csak 10 év van köztünk, ő az idősebb. Igen, és nem a fiatalabb vagyok, hanem. Úgyhogy most azon gondolkozunk, hogy én vagyok a legidősebb teljesítő, vagy nem, úgyhogy ezt majd meg kell nézni. Jól van. Tibi, tervezett, hogy visszamész egyedül? Előtte is föl volt éve ez a kérdés. Én azt kértem Pistitől, hogy ezt a kérdést ezt hagyjuk. Tehát tudtam, hogy nagy falat, és nem biztos, hogy az ember akar még egyszer ezzel így találkozni. Aztán eltelt pár nap, és igazából 1 vagy 2 nap után már sajnos megfogalmazódott bennem, hogy vissza kell mennem. Sajnos? Hát igen, sajnos, mert egy csomó időt kell várnom, hogy újra mehessek. úgyhogy a tervek szerint akkor ott már egyedül fogok menni. Nem véstük még kőbe az időpontot, de már körülbelül tudjuk amúgy, hogy mikor. Nagyon várom. Én azt gondolom, hogy a formám megvan hozzá. Úgyhogy ezt a tart dolgot, ezt rendbe tudjuk rakni, akkor meg hát nyilván akkor nem fogjuk tudni, hogy milyen időjárási körülmények lesznek, de én azt gondolom, hogy úgyis csomó olyan minden fog akkor történni, amire nem számítunk, úgyhogy a kihívás vonzatát azt soha nem fogja a kör elfelejteni, vagy tehát, hogy az mindig benne lesz. Úgyhogy izgalommal várom
addig még lesz egy jó pár futásom, ilyen hosszabbak, most vannak terve, de nagyon várom. Most már mondhatom, hogy ennyi nap elteltével, hogy most már kifejezetten várom. Tehát, Tibi, fog indulni újra a körön. Rendben. Hogyha fogsz indulni újra a körön egyedül, akkor mit fogsz másképp csinálni, mint amit most csináltál? Mit tanultál ebből a mostani futásból? Hát sok minden más lesz, mert ott ugye ott kifejezetten magammal kell találkoznom. Tehát így, hogy Pistivel futottam, azt már korábban észrevettük, hogyha ketten együtt megyünk, akkor ilyen brutálisan összeadódik az energiarendszerünk, tehát megsokszorozódik. Amire rájöttem, hogyha az ember szeretné azt, hogy valami ilyen vágya sikerüljön, ha a szenvedélyből csinálja, akkor iszonyatosan megsokszorozódik az ereje. És ez nekünk ez végig nagyon jól sikerült. Tehát, hogy ha így visszatekintek, már nem is érzem annyira nehéznek az egészet, mert hál' Istennek sikerült annyira élvezetesen futni, a Jóisten segítségével is, meg hát nyilván, amit Pisti tudott felkészülést, az kifejezhetetlen, szerintem. Tehát nagyon megszépíti most már az idő még jobban. Amit másfélként fogunk csinálni? Hát mindent. Amit Pisti tapasztalatot össze fog addig gyűjteni, és ő úgy érzi, hogy változtatni kell rajta, az biztos, hogy meg fog mindent csinálni. Én azt gondolom, hogy a mostani felkészülés is szuper módon sikerült. Úgyhogy ha több munkát bele kell tenni, attól biztos, hogy nem fogok megérni. Sőt, még valószínűleg kérni fogom. Úgyhogy hál' Istennek pont olyan vagyok, hogy a Pisti a legjobb fékem. A legjobb fékem, mert magamtól bennem van az, hogy képes lennék besokalni. Hogy még, nyilván az ember. Tehát minden egyes futásomat úgy csinálok meg, mint hogyha ez egy pici cél lenne, és tök élvezettel érek haza, hogy sikerült, és ugye a sok kicsi célból lesz meg egy szuper nagy cél. Egy dolgot hadd emeljek ki, ha Tibi egyedül fog menni, az egyetlen egy dolog, ami nagyon fontos, és nagyon nagy hangsúlyt fogunk ráfektetni, az a tájékozódás. Tehát a forma megvan, a felkészület, a módját tudjuk, hogy hogyan lehet piton formába kerülni, a technikai részét, pást, diszfolya, azt kiküszöböljük, tehát minden adott egy jó teljesítményt, egyetlen egy dolgon mehet el, ez az egész a tájékozódás. De itt nincs GPS-ezés, nincs semmi, itt fejből tudni kell az útvonalat, méterre pontosan. Ő már ő is végigjárta, én tudom fejből, nagyon egyszerű, leírom egy papírra, és ő meg fogja tanulni. Tényleg volt, hogy volt olyan futás, amikor futottunk a Pilisbe, és az óra lefagyott. Uh-huh. Azt se tudta, hogy hol vagyok, nem talált GPS-jelet, fönn voltunk a hegytetőn, semmit nem tudott. Tehát így, hogy mész GPS-re, akkor mit fogsz csinálni? Leteszel a hegy aljába, nem baj, majd észretél, újraindítod az órát, hülyéskedsz vele, oda lesz az egész versenyed. Tehát itt tényleg meg kell tanulni. Hát akkor még egyszer gratulálok, hogy teljesítettétek ezt a kört. Tibi, én neked kívánom, hogy a legközelebbi az már tényleg egyedül menjen, és jól sikerüljön. Ebben biztos vagyok, hogy sikerülni fog, hiszen Pisti áll mögötted. És sok sikert kívánok majd hozzá. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és várlak vissza majd az egyedül teljesített kör beszámolójára. Szuper, nagyon köszönöm. Köszönjük szépen, köszönjük. És Gyula, szeretném elmondani, hogy iszonyatosan boldog vagyok, hogy benne lehetek a videódban, mert nagyon régóta nézem, és amúgy tényleg el kell mondanom, hogy motivációsan segített felkészülni a futásra, mert végignéztem az összeset, és továbbra is ez a tervem, és úgy gondolom, hogy volt egy titkos vágyam, hogy szeretnék majd egyszer egy videóba belekerülhetni, nyilván mondhatom, hogy ez Pistin keresztül sikerül, de ugye azért tudom, hogy alapjában véve olyan futókat kerestél meg, akik az Ultra Balatonon futottak, és ugye nyilván nálam ez még nincsen tervben, az Ultra Balaton, majd hogyha az edzőm úgy ítéli meg. Most ugyan, még. Igen, tehát azért figyelünk arra, hogy az izületeknek a másabb terhelése, egységú terhelés, minden, tehát majd eljön mindennek az ideje, és ugye tudtam, hogy eljöhet ennek majd valamikor az ideje, majd itt tudom én évek után, meg azért egy csomó nagy futó azért van még előttem, aki még nem szerepelt a műsorban, de nagyon-nagyon szorítok hozzá, hogy tényleg ott legyenek minél előbb, és nagyon boldog vagyok, hogy szerepelhettem ebben a műsorban. Tehát... Ebből a profi minőségi csatornán. Igen. Köszönöm, fiúk! Gratulálok, nagyon köszönjük! Köszönöm, fiúk, és további sok sikert, sziasztok! Köszönjük, hajrá, sziasztok! Szia, anya, szia, anya! Hello, hello! Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.